Bejöttünk egy kicsit Erdek belvárosába reggelit szerezni, meg egy Imbusz kulcsot, mert Szabi a Husqvarnában szeretné lecserélni az olajat, és elfelejtett 10-es Imbusz kulcsot hozni hozzá. Kerestünk egy szerszámos boltot, aztán most szaladunk vissza a szállásra, ahol Bence még szereli az Afrikáját. De várja már, öreg anyám, majdnem nekem sétált. Oké, mégsem megyünk 300 kilométert, helyette jó, megvettük kb. 7000 forintért a jegyet a kompra, ami elvisz minket Isztambulig nagyjából 2,5 óra alatt. Ezzel rengeteg kilométert, gumit, láncot és egyéb dolgot spóroltunk meg. Mekkora komp ez belülről. A komp gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy repülő belülről. 7000 forintért. Kemény 22 Celsius fok van, hatalmas büfé, nagyon gyorsan haladunk, és rohadt jó a kaja. Mit zabáltam? Mindent. Rámentem a kakaóra. Legjobb dolog a világon. Ahogy leértünk a kompról, felmentünk egy ilyen jó kis 12 sávos országútra, vagy nem tudom mi ez, itt a part mentén. Ezen keringünk már lassan egy, hát egy órája. Mondjuk úgy, hogy kb. 20 kilométert kellene a kikötőtől megtenni a szállásunkig. Akkora tömeg van, hogy az félelmetes. És este 8 óra van egyébként, azt hozzátenném. Mi lehet itt hétfő reggel? Brutális. Most még egész jól tudunk haladni. Volt, hogy 4 óra alatt mentünk előre 1-200 métert. Na megy a verseny, hát ha azért naplemente előtt még odaérünk a szállásra, és akkor az 5-ből 2 napot sikerült nagyjából időben, napfényben teljesíteni. Ez egyébként egy kicsit ilyen Miami feeling, arra emlékeztet legalábbis a mecsetek nélkül. És itt is vagyunk, Grand Hotel. Daily Mail, New York Times, and Wall Street Journal, Financial Times, van itt minden. Biztos van a Husqvarnához is beszabályozó itt az újságosnál. Van a kamera, fejünkbe nézzek. Elindultunk Isztambulból Bulgária felé. Sunny Beach, vagy napos part lesz a következő szállásunk. Mai napra 330 kilométert terveztünk. Relatíve időben el is indultunk egyébként, ilyen 10:30 van kb. De mit szeretnél itt? Be akarsz jönni mellé? Nem fogsz. Isztambulról, meg a török közlekedésről annyit lehet tudni, hogy tényleg olyan, mint amilyennek elmondják. Brutális. Albániát nyugodtan be lehet szorozni hárommal. Itt nincsen elsőbségadás, dudálnak, mint az állat, leszarják, hogy te mész valahol. A belső sávból lazán kivág eléd a lehajtóhoz. És ezt nézzétek, kifelé megyünk a városból, de még mindig mekkora. Szeged itt a negyedik villanypúznáig tartana nagyjából. Az egész városnak az átmérője szerintem több mint 100 km. Képzeljétek el, hogy Szegedről elmész Budapestig mondjuk, és végig lakott területen, végig városban, végig forgalmas utakon közlekedsz. És lakik itt 16 millió ember, amiből szerintem 10 legalább autóval közlekedik. Marhára kell figyelni egyébként, de hogyha egyszer hozzászoksz és felveszed a ritmust, akkor utána már nem is olyan vészes. Bár Magyarország közlekedési és vezetési kultúrájához képest ez egy teljesen másik dimenzió. Anyádat! Bazd meg! De index nélkül bejön elém egyébként, pofátlan. Az előbb már majdnem azt hittük, hogy kijutottunk a városból. Erre tessék, még egy ilyen kicsit Budapest méretű városrész, hogy hátra van. Eszem megáll, mekkora város ez. Sose érünk ki belőle. Egy pici bulgár faluban vagyunk itt a határ mellett. Most értünk át éppen a török-bulgár határon. Úgy hallom, hogy kicsúszott a tűzgyűrű a dob előtt a kipufogómnak a csatlakozásánál, mert iszonyatos hangja van. Jó, bemutatkozunk itt Bulgáriában, már az első faluban szerelni kell. Na, annyi volt a probléma, hogy itt a leömlők végén a hátsó henger mögött
ez a gyűrű egy kicsit kilazult, bent volt a DB Killer, kinyomta magából a tűzgyűrűt, leesett oda alulra az U-alakba, és elkezdett ordítani a motor, mert kiszállt a kipufogó. Most visszaraktam, nagyon meghúztam a bilincset, meglátjuk, hogy bennmarad-e, meg valószínűleg ki fogom venni a kipufogókból a DB Killereket, hogy kicsit könnyebben szeleljenek. Kész is? Akkor irány Sunny Beach. Úgy látszik, hogy mostantól DB Killer nélkül kell mennem egészen hazáig. Hát ez van, hogyha hazaérek, akkor majd veszek új tűzgyűrűket, csak a motornak az egész hátulját le kell szednem, hogy hozzáférek ahhoz a kettőhöz. Tehén csorda keresztül az úton, ez se Bulgária lenne. Na mi lesz? Alig, hogy ideértünk Sunny Beachre, megint elfosta magát a kipufogom. Megint rohadt hangos, hogy holnap, hát mégse holnap, mert vasárnap van, de itt alszunk három éjszakát, úgyhogy hétfőn majd bejövök a városba és keresek valahol ilyen kipufogó tömítőpasztát. Maradék tűzgyűrűt jól összepasztázom, és akkor hát, ha betapad a helyére, kiugráltok elém itt is. Elén unatkoztunk a szálláson, egy második napja vagyunk ott, úgyhogy elindultunk Nessa Barból, vagy Sunny Beachről. Kiszúrtunk Google Maps-en egy valamilyen félig elsüllyedt hajót, de nem teljesen tudtuk megállapítani, hogy mi az. Bejöttünk egy ilyen echte üdülőfaluba. Arra föl. Na hát akkor Bulgáriában is ezennel meg volt az endúrózás. Ezt is kipipálhatjuk a listáról. Gondolom télen leesett itt egy jó kis eső. Végigment rajta egy-két terepjáró, egy teherautó, és olyan kőkeményre száradt keréknyomok vannak, a lelket is kirázza belőlem. Biztos a többiek is rohadtul imádni fogják, főleg, hogy a tenerein ketten is ülnek. Úgy látszik, hogy az akkor mégsem hajó lesz, hanem valami betonplac. Tele sirállyal, de csúrik sirállyal. És az egy kagylófarmnak tűnik nekem. A bújákból, meg mindenféléből ítélve. Ja, egyébként a Husqvarnának bedöglött valószínűleg a felszabályzója, és nem tölti az akkumulátort. Most lett bele ma reggel véve egy új akkumulátor, eddig tartott, hogyha leállítja, akkor utána nem bír elindítani még egyszer. Elsüllyedt hajó. Elsüllyedt hajó, persze. Mi folyik itt? Ja, cigigyújtás. Mekkora öngyújtó? De jó, elkezdett villogni a sárga is. Tankolni kellene. Kergetjük a teheret! Futás, futás! Hoppa! Egyébként a motoron azok a gumik vannak, amivel a tavalyi túrán is voltam. Ez a Pirelli Rally Scorpion STR. Szépen tapad, a hátsó keresztirányú bordák tudnak akkor átlökni, hogy nagyon szépen lehessen vele haladni. Itt van valahol Tamás is előttem, mindjárt utolérjük. Alapos motormosás és egy üdítő bevásárlás után összekeveredtünk a hotelünkhöz, úgyhogy a mai videót itt fejezem be, holnap nyilván folytatjuk tovább. Holnap Bulgária belseje felé közlekedünk, majd egy elhagyatott párcégházat fogunk megnézni a hegy tetején, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani, csak bemegyek motorról a hotelba. Hogyha tetszett neked, akkor dobj egy lájkot, esetleg ír le hozzászólásba a véleményedet, úgyhogy további szép napot, srácok, majd jöttek motorozni. Szevasztok!